Rohamosan közeleg a karácsony, már javában tart a készülődés. Azonban ez nem mindenki számára örömteli. Van, akinek meghitt ünnep és felhőtlen boldogság, míg másoknak idegtépő készülődés. Sokan stresszelnek ilyenkor, mert úgy érzik, nem tudnak megfelelni sem önmaguknak, sem a társadalom velük szemben támasztott követelményeinek. Ez a stressz azonban csökkenthető. Először is módszeresnek kell lennünk, föl kell írnunk, vagy meg kell jegyeznünk azt, hogy mi pontosan mi is az, amit szeretnénk beszerezni, elkészíteni időpontokkal együtt. Tehát időben megkezdeni a bevásárlást, a felkészülést. Talán nem szerencsés, ha még az utolsó percben jut eszünkbe, hogy hát még egy extra fogást is akár oda tehetnénk az asztalra, amire egyébként lehet, hogy semmi szükségünk nem lesz már. És itt gyakorlatilag az időbeosztásról és a módszerességről van szó, ami által a stressz azért töredékére csökkenthető a készülődéssel kapcsolatban. A karácsonynak nem tökéletesnek kellene lennie, hanem ideálisnak, hangoztatják a szakemberek. Ez pedig mindenki számára más jelent. Azonban nem csak a készülődés és a tökéletességre való törekvés miatt lehet negatív töltető ez az ünnepkör valakinek. A magány vagy a hiányérzet sokkal nagyobb problémát jelenthet. Elsősorban magányos embereknél szokott kritikus lenni ez az időszak, olyanoknál, akik szerettüket veszítették el, olyanoknál, akik nem régen veszítették el fontos szerettüket, és itt nem csak halálesetre tudok gondolni, és náluk ez egy kritikus időszak lehet. Azért mondom, hogy időszak, mert ugye ez az ünnepkör maga egy picit a pihenés, a családi légkörben levés, a családi légkör és a szeretetről, a harmóniáról szól, kell, hogy szóljon, és gyakorlatilag a magányos emberek mindig veszélyeztetettebbek ebben az időszakban. Ezért ilyenkor érdemes sokkal jobban odafigyelni az egyedül élő nagyszülőkre, vagy a friss szakításon átesett barátokra. Egy jó szó, egy meghívás, egy rövid találkozó, vagy egy apró ajándék is nagyon sokat tud segíteni rajtuk.